centizve, de éppen csak elfér ez a kombájn az 54-es főút melletti szervízútnál. Mivel a főút felújított, 2x2 sávos szakaszára nem hajthatnak fel lassú járművek, ezt a szűk utat kell használniuk a gazdáknak. A korlátozás miatt az összes Kecskemétre beérkező terményt és takarmányt szállító gépnek ezen a köves szervízúton kell végighaladnia az M5-ös autópálya csomópontjától a 44-es főútig. Jól látszik, hogy az úton csak egy jármű fér el, a helyi adottságok miatt pedig azt sem látják a gépvezetők, ha szemből másik jármű érkezik. Ehhez a 7 méteres emelkedőhöz pedig korlát sem került. A szervizú sajnos nem olyan minőségű, meg szélességű, hogy azon biztonsággal tudjon közlekedni. Egy jó héttel, 10 nappal ezelőtt is volt már egy eset a másik oldalon, hogy a szembe jött egy teherautó, le kellett húzódni a pótkocsis szerelvénynek, és a pótkocsi sajnos felborult, itt már azt lehet látni, ugye, hogy már vissza van állítva. A baleset annak ellenére történt, hogy a túloldali szervíz és kerékpárút aszfaltborítást kapott, viszont az út melletti homok megsüllyedt, ezért az az út is kockázatos. A gazdáknak akkor is meg kell járniuk a több mint 7 kilométeres kerülőt, ha csak az út túloldalára szeretnék szállítani a földeken betakarított gyümölcsöt és gabonát. Az út használatának korlátozása nem csak a környékbeli gazdákat érinti, hanem az összes termelőt, aki az 54-es főúton keresztül juttatta el szállítmányát a gyárakba, magtárakba. Az érintett gazdák örülnének, ha úgy használhatnák a kiszélesített 54-es utat, mint eddig. Az útra a felfestések és táblák kihelyezése óta a főút mellett lakók sem hajthatnak ki, így személyautóval is kerülni kell a Murvás szervízúton keresztül. Olyan éles kavicsok vannak benne, hogy kivágja a gumit. Oldalról, dur, kész, ennyi. És az elég szomorú. Egyik a másik meg az, hogy hát azért tényleg ilyen helyre ennyiben néznek egy tanyasi embereket, lakókat, hogy így elzárni ezt. Ezt én nem tudom fölfogni. A lakók attól is tartanak, hogy a betakarítás idején annyi nagy gép használja az utat, hogy teljesen megszűnik a kijárásuk, ezért ők egy rendes kihajtót szeretnének. De nem csak a járművekkel közlekedőknek okoz a főút nehézségeket, a legközelebbi buszmegállóhoz igyekvőknek is útjában áll a 4-sávos főút. Ott a körforgónál közvetlen, ott azon a pici részen, ahol van az a kis járdaszigetnek nevezett valami középen, tehát ott tudunk mi átmenni. Az M5-ös csomóponthoz készített körforgalomnál nem építettek gyalogos átkelőt, ezért hivatalosan nekik és a kerékpárosoknak is kerülniük kellene, de inkább vállalják a kockázatot. Van egy-két autós, egy-két kamionos, aki messziről int, hogy látja, hogy át szeretnénk menni, pláne ha babakocsival vagyunk, akkor előzékeny és lelassít és átenged bennünket. Na de nyilván nem ennek kéne lenni a rendjének, hogy az ő jó indulatukra legyünk bízva, hanem akkor hivatalosan át tudjunk menni. A felmerült hiányosságokkal és a lakossági kérésekkel kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t, ahonnan a következő nyilatkozat jött. A főúton a mezőgazdasági és egyéb járművek közlekedésének korlátozását, az építését engedélyező hatóság a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel írta elő. A tervezési területtől távolabb, az M5 autópálya melletti tanyán élők kerékpáros és gyalogos forgalmi igénye a tervezés keretében tartott egyeztetések során nem, csak a kivitelezés közben merült fel, így az igénynek a jelen beruházás keretében való kezelésére nincs lehetőség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy más forrásból, az elkészült létesítményekhez csatolva a probléma ne lenne megoldható.